Sziasztok, Necrokrim vagyok, és igen, jól látjátok, Call of Duty Ghost gameplayt fogtok itt most látni. Kicsit berozsdásodtam, ugye, mert amint láttátok, azért Battlefield 4 volt mostanában a favorit, és hogy úgy mondjam, a pontszerzés per perc arány már nem annyira jó, mint volt régen, na de hát mit csináljak, tényleg valóban rég nem játszottam Call of Duty-val, és mivel láttam, hogy írtátok, hogy mikor töltök már fel Call of Duty-t, így aztán hát még feltelepítettem, ott kezdődik, és játszottam egy-két menetet, és hozzak nektek egy gameplayt. Tulajdonképpen nem kifogásokat akarok keresni azért, amiért nem Call of Duty-val nem jelentkeztem mostanában, csak egy ilyen kis update infót szeretnék elmondani, hogy mik történnek mostanában, és hogy miért történnek úgy. Ugye mindez szóljon a Call of Duty rajongóknak, akik nem szoktam petörténezni, és a kód miatt szeretik az én csatornámat. Azonban szóljon, hogy ugye mostanában a Battlefield 4 volt egy kicsit terítéken, mert ezt a játékot is rég játszom, mármint nem a BF-nél, csak a Battlefield-nél, szóval játszom olyan régóta, mint a Call of Duty magát, csak onnan több időt töltöttem el. Viszont nagyon élveztem, mindig is élveztem a Battlefield-et, és hogy úgy mondjam, a videózási mániámat ezen a téren is szeretném kiélni, és szeretném, hogy úgy mondjam, hogy a csatornám egy szélesebb körben legyen népszerű, és hogy bevonzom a Battlefield játékosokat is a csatornám életébe, és nem beszélve arról, hamarosan jön a Titanfall, és valószínűleg azzal is szeretnék egy kicsit foglalkozni, már arra is van egy-két ötletem, és minél kicsit szélesíteni a kört, hogy ne csak a Call of Duty legyen az, amiről szól a csatornám, mert szoktam ugye más játékokkal is játszani, és nem beszélve azért hamarosan elég nagy meglepetés fog titeket érni Call of Duty-val kapcsolatban, hogy úgy mondjam, azért őszintén szólva most már, főleg Call of Duty Ghost-nál olyan dolgokról beszéltem Call of Duty-val kapcsolatban, amik már, hogy úgy mondjam, a végső határa annak, ami megtanultam egy Call of Duty-ban, tehát MV3 óta Black Ops-on keresztül és Call of Duty Ghost-on át olyan dolgokról beszéltem, annyi mindent elmondtam, kimondtam magamból Call of Duty téren, és azt hiszem, hogy ugye erre mind nagyon pozitív visszajelzések jöttek, és nagyon boldog voltam, hogy minden módszer, amit megtanultam, és amit én alkalmaztam, az nagyon jól bevált nálatok is. És azt kell mondjam őszintén szólva, már egy bizonyos szinten kibeszéltem magamból ezt a Call of Duty-t, szóval nincs már sok, amit át tudnék még adni ezzel kapcsolatban, és tényleg nagyon maximálisan most már elmondtam olyan belső infokat is az én technikáimról, amit eddig nem mondtam el senkinek, azért, hogy jobban menjen, hogy jobban tudjátok, és azért MV3 óta egészen Call of Duty Ghost-ig rengeteg anyagot töltöttem fel, és nem szeretem magam megismételni, nem szeretem kétszer elmondani ugyanazt. Tudom, hogy körülbelül el lehetne újra mondani az egészet, mert jönnek az új feliratkozók, de önnekik is mindig azt mondom, hogy csekkod le azt a régebbi videót, nézd meg azt a videót, mert mindig általánosan beszéltem Call of Duty-ról, és általánosan beszéltem az ilyen tapasztalatokról annak, aki jobb szeretne lenni Call of Duty-ban. Úgyhogy őszinte legyek, ezért pihen most a Call of Duty, mert folyamatban van, tehát a fejemben van egy műsor. Nehéz kitalálni valami újat, nehéz kitalálni valami olyasmit, ami megragadja a figyelmeteket, és szeretnék valami olyasmit kitalálni. Egy műsor már, egy koncepció a fejemben van, és majd persze ti fogjátok eldönteni, hogy ez mennyire tud életben maradni. Én remélem, hogy majd tetszeni fog nektek ez a kis műsor, amit kitalálok, de most egyelőre szünet van. Nem feltétlenül lesz Call of Duty, de szeretném a köré is építeni, mert az egy kod az kod, természetesen, és nagyon sokan vagytok, akik Call of Duty miatt vagytok az én csatornámon, nem felejtettem el a Call of Duty-t, csak most az a rész van, ahol már tényleg nagyon sok mindent kiadtam magamból, és nagyon sok videót raktam fel erről, és én nem szeretek külön fegyverbemutatókat, pályabemutatókat csinálni, mert úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amit magának a játékosnak is kell felfedezni. Én mindig jobban koncentráltam arra a részre, hogy
hogy mentálisan hogyan legyünk út a pályán, hogy jó eredményt érjünk el, esetleg ugye egy-két szükséges fegyverről, vagy perkről, vagy bármiről tartottam ilyen bemutatót, és megosztottam a gondolatokat, de most már úgy tényleg minden, nagyjából mindent kiadtam magamból, és ugye 10 éve szinte ugyanazzal a játékkal játszok, majd szerintem töltök fel egy videót, ami COD 1-től egészen COD 10-ig, mert ugye megvan mindegyik, fogok beszélni a meglátásaimról, és hova alakul ez a játék az én szemszögemből, és majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de minden esetre úton van egy új műsor, nem csak, illetve gondolom, hogy nem csak Call of Duty-val kapcsolatos lesz, mert nem teljesen az én irányításom alatt lesz az egész, de valószínűleg része lesz a Call of Duty is. Nos, ennyi lett volna, ez egy kis update info, hogy a türelmesek vagytok, lesz még, csak hadd éljem ki a Battlefield vágyaimat, hogy úgy mondjam, a gamer pszichológia része ott is meg fog maradni. Nos, köszönöm a figyelmeteket, Necroclean voltam, sziasztok!